utóbbi pár hét videóiból és ugye a Facebook csoport cover fotó cserélésből ugye kiderült, hogy az a szegény kis jófogásos állvány az cserélésre került. Nagyon nem illett a képbe, ugye azt gondolom, hogy egészen sokáig húzta. Sokan kérdezték, hogy honnan szereztem, mert tök jól néz ki. Fogalmam sincsen egyébként, hogy ez milyen gyártó, vagy hol lehet ilyet manapság venni. 14 ezer forintért találtam mondjuk 3-4 évvel ezelőtt jófogáson, de nem egy jó minőség. Tehát, hogy így teszi a dolgát, mert jól néz ki, de hogy úgy nem kifejezetten igényes egyébként a kialakítás így élőben. Fotókon lehet, hogy sokkal jobban néz ki, azt tudni kell. Na, a lényeg, hogy nagyon nem szolgált ki engem se tárhely, se ilyen rezonancia, meg vízszint szempontjából, ugye állítani ezt nem nagyon lehet egyébként. Maga a felső eleme ennek az teljes mértékben ilyen homorú volt, vagy valahol még domború is, úgyhogy egy katasztrófa volt ilyen hifi, házimozi szempontból. Lényeg, hogy nagyon régóta keresek már jó állványt. Egy szép napon viszont meguntam a keresgélést, kutakodást, és úgy voltam vele, hogy inkább, hogyha már kiadok nem tudom hány százezer forintot egy állványra, vagy bármennyi is legyen a végeredmény, akkor inkább legyen olyan, amilyet én szeretnék, legyen esztétikai is jó, meg funkciótás szempontjából is olyan, ami azt mondom, hogy megéri az árát. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy rajzolok, tervezek egy sajátot, amit utána megcsináltatok egy asztalossal. Első körben papíron terveztem meg, hogy mit szeretnék úgy nagyjából végeredményként látni, akkor egy-két probléma kapásból felismerült, amit meg kellett oldani. 3D-ben utána megcsináltam egy ilyen 3D modellt, ahol lehetett forgatgatni és úgy milliméterre, centire pontosan tologatni az elemeket, hogy mi hogy működik egymással, és a hátlap dolgot azt nem tudtam, hogy hogy oldjam meg, vagy hogy mi a legjobb megoldás. Úgyhogy ezen a ponton én felkerestem Szabó Zsolt asztalost, akit egyébként a Facebook csoportunkból ismertem meg, láttam, hogy csinál ilyen jellegű termékeket, és megkérdeztem, hogy ő hajlandó-e egy ilyesmit nekem elkészíteni, vagy ugye meglévő tervből dolgozni. Úgyhogy átküldtem neki, és mondta, hogy alapvetően egészen egyszerű, amit kérek, úgyhogy semmi bonyolultság nincsen benne. Nyilván a kábeltakaró az, amire konkrétan ő adott megoldást, és ő találta ki, hogy miként legyen. Most az első ötlet az volt, hogy legyen egy teljes mértékben külön paraván maga az állvány mögött, ami azt jelenti, hogy egy darab MDF lap, van egy kis lábikója, és akkor el van csatolva konkrétan a szekrénytől egy hátsó paraván, ami takarja a kábeleket. Ugye mindegyiken, vagy minden polc magasságában van egy-egy kivágás, ahol a kábeleket ki lehet vezetni. A végén viszont ezt átvariálta arra, hogy a középső polcra rakott egy külön MDF csíkot vagy lapot, amely ugyanúgy tartalmaz ezeket a kivágásokat, tehát itt ki lehet vezetni a kábelezést minden polc minden pontjáról. De most ebben az érdekesség az az, hogy nem ér hozzá se a felső, se az alsó polchoz egyáltalán az a hátsó kábeltakaró elem, hanem konkrétan lebeg. Tehát a középső elemre van ez felfüggesztve hátulról. Viszont megvan benne az a rugalmasság, hogy ez teljes mértékben leszerelhető könnyedén, mert kettő csavarmenetben két imbuszfejes csavar tartja ezt ott a helyén, de egészen masszívan. Úgyhogy ha ezt kicsavarjuk, akkor ez leszedhető, hogyha utólag ez mégsem igény, hogy eltakarjuk a kábeleket, mert más helyre kerül, ahol mondjuk a kábel az nyugodtan látszódhat. Nyilván felmerül a kérdés egyes audiofilek számára, hogy akkor ez most ott rezeg, vagy rezonál, vagy rezgőnyelvként funkcionál. Alapvetően biztosan, tehát valamilyen szinten tuti, hogy rezeg, viszont egészen masszív és kemény ez az anyag. Úgyhogy ezt így hozzáérsz újjal és üvöltözen, akkor sem érzel semmilyen jellegű rezonanciát. A másik pedig, hogy itt a szobában több olyan bútor is van, amelynek sokkal vékonyabb hasonló eleme van. Egyébként a tévé a falon az konkrétan vékonyabb, mint a telefonom. Szerintem az sokkal jobban rezeg és sokkal több káros dolgot csinál ilyen szempontból a hangzásban. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy a termék az miattam létezzen, ne én a termékért, úgyhogy nem érdekel igazából annyira, hogyha ez bármilyen szempontból beleszól a hangzásba. Sokkal jobban érdekel, hogy ne nézzem a kábel rengeteget az állvány mögött. Szóval minden egyes polc az kettő réteg 18 mm-es MDF-ből készült, amely felül alul amerikai dió Fournier borítást kapott, és oldalt pedig 2 millis úgynevezett élsvartnit, amit életemben nem hallottam még ezt a szót, és ha rákeresünk Google-re, semmilyen találatot nem dobk rá. Úgyhogy én olvashatom, ez egy 2 mm-es Fournier, tehát egy fa anyag. Egyébként ugyanúgy néz ki, mint a felső része, úgyhogy lehet, hogy ugyanabból fából van, nem tudom. A lábak pedig tömör bükkfából készültek, és mindegyik lábnak a végén a ViaBlue-nak a QTC tüskéi vannak, alatta pedig az acél tüske alátét foglalat van ilyen milliméter pontosan besülyeztve a fába. Na most ezeknek az érdekessége, hogy mindegyik ilyen tüske az állítható hivatalosan 2 mm magasságban, de egyébként szerintem ez legalább 3-4 mm is lehet, hogyha egészen kitekerjük. Lényeg, hogy a tüskéknek a közepénél van egy csavarmenet, amit teljes mértékben lehet csavarni mindkét irányba. Tehát, hogyha vízszintet szeretnél finom hangolni, akkor minden egyes polcon megteheted egyesével tüskénként, hogy ennyi milliméteren belül játszadozzál.
Mivel ez egy régi polgári lakás, és a parketta is szerintem az eredeti klasszik, csak nyilván felújítva, ezért nem túl egyenes itt a parkett. Tehát én azt gondolom, hogy ha ide leraknék egy üvegült, akkor az faltól felé gurigázna össze-vissza a végtelenség, úgyhogy itt azért egy kicsit ilyen, olyan, mintha vizen lennénk, annyira hullámos itt a történet. Úgyhogy ennyi rugalmasság mindenképpen kell, amit ezek a tüskalátétek adnak, vagy bocsánat, tüskék. És egyébként ezeket a tüskéket nem is ilyen felhasználásra találták ki gyárilag, és amikor beszéltem a Via Blue-val, hogy csináltatok egy ilyet, akkor mondták, hogy ők ilyet még nem is láttak, mert hogy ezt egyébként mindenki álló hangfalaknak az aljához veszi, mert hogy ugye egyébként arra van kitalálva, hogy álló hangfal gyári tüskét cseréljed ilyenre. Szóval a végeredmény az gyönyörű lett és kifogástalan számomra, nagyon tetszik az, amit így végeredmény szempontjából kaptunk, és Szabó Zsoltnak, ugye az asztalos mesternek külön köszönetet szeretnék küldeni egy videón keresztül is, mert nagyon én baráti módon állt hozzá, és nekem annyira sok ilyen negatív tapasztalatom van így ismeretségi körben is, meg nekem is, amikor valamilyen szakembert, bármilyen szakmáról legyen szó, így megkeresel, akkor mindig ezt az unottságot érzékeled, vagy azt, hogy nincs kedve az egészhez, bármilyen kérdést teszel fel, az egy hülyeség, és érzed, hogy hülyeség az, amit kérdezel, és itt semmilyen nem volt. Tehát végig úgy állt hozzá, mintha saját bútorát gyártanánk éppen. Mindenhol megoldásokat adott, választási lehetőséget, és végig Messengeren konkrétan küldte nekem az infókat, híreket akár napi szinten, hogy éppen most hogy áll a dolog, tessék, megjött a furnél, így néz ki, hogy legyen itt a furnél, így szeretnéd, vagy így szeretnéd. Szóval mindenféle választási lehetőséget kaptam, hogy minél egyedibb legyen a bútor, vagy olyan legyen minden pontja, amit én szeretnék. Szóval kifejezetten elégedett vagyok azzal, ahogy ez sikerült, és azt gondolom, hogy ez egy örök darab lett, tehát ezt nem nagyon fogom váltogatni, és így design szín szempontjából is azt gondolom, hogy hosszú távú lehet, tehát ez nem egy olyan kategória, hogy akkor most piros színű, és akkor megunom a 5 év múlva a piros színt, és kuka. Nem, én azt gondolom, hogy ez így azért velem maradhat hosszú-hosszú időkön keresztül. Ha pedig a megvalósításban, vagy esetleg tervezésben kis segítség kell, vagy a végterméknek a legyártásában valaki, akkor Szabó Zsoltot nagyon szívesen tudom ajánlani és javasolni. Az elérhetőségét az erről az állványról szóló cikk legvégén megtalálod a weboldalamon keresztül, aminek a linkét itt a leírásban megtalálod. Azt mindenképpen tisztázni szeretném, hogy ezért én fizettem, tehát az anyagköltséget teljes mértékben kifizettem nyilvánvalóan, és ezen felül még munkadíjat is fizettem az állványért, úgyhogy nem arról van szó, hogy kaptam egy állványt, és akkor most egy idegen asztalost én itt dicsérek egekig, egyáltalán nem erről van szó. Minden, amit meséltem, kis procedúra, meg közös kis dolgozás, tervezés, az megtörtént Zsolttal, úgyhogy ennek megfelelően nyugodtan lehet értelmezni.